A legutóbbi felmérések tanúsága szerint az elmúlt hetekben valamelyest csökkent Volodymyr Zelenszky elnök pártjának, a népszolgájának támogatottsága. Ugyan semmi sem veszélyezteti a zöldek választási győzelmét, mégis felmerül a kérdés, miért pártolt el már is az emberek egy része a komikus bullett államfőtől. Az Ukrajinska Pravdában közzétett felmérések azokat az információkat gyűjtötték össze, amelyek arra vonatkoznak, hogy csak az egyéni helyek megszervezésével milyen részarányokat érnének el a parlamenti pártok a Verhovna Rádában, ha most tartanák a választásokat. A Rating szociológiai csoport július első napjaiban készült felmérése alapján a vezető népszolgája párt 42,3%-os támogatottsága 121 képviselőt jelentene. A második helyezett ellenzéki platform az életért 38 mandátumhoz jutna, ami 13,4%-ot jelent, míg a harmadik a Petro Poroshenko nevével fémjelzett Európai Szolidaritás 24 listás képviselővel lenne jelen az új törvényhozásban. A Holosz és a Batykivcsina egyaránt 21 képviselőt juttathatna a legfelső tanácsba, azonos 7,2%-os támogatottságuk okán, így ezek a pártok juthatnának be a parlamentbe a felmérés alapján. A Központi Választási Bizottság felhívja a választópolgárok figyelmét, hogy július 15-éig van lehetőség a szavazás helyszínének ideiglenes megváltoztatására. A lakcímétől eltérő helyszínen szavazni szándékozó polgároknak fel kell keresni a tartózkodási helyük szerinti állami nyilvántartási központot, és be kell nyújtaniuk az ezzel kapcsolatos kérvényüket. Az ügyintézés meggyorsítása érdekében a bizottság megkönnyítette az ideiglenes átjelentkezés folyamatát. A nyilvántartási központ adatai szerint eddig 70 ezer polgár élt az ideiglenes átjelentkezés lehetőségével. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet felmérései alapján a július 21-ére kiírt előrehozott parlamenti választásokon a népszolgája, az ellenzéki platform az életért, az európai szolidaritás, a haza és a hangpártok érhetik el a parlamentbe jutási küszöböt, írja az Unián hírügynökség. A megkérdezettek 65,9%-a úgy nyilatkozott, hogy valószínűleg el fog menni szavazni a júliusi választásokon, 48,8%-uk pedig biztosabban, hogy elmegy szavazni. Arra a kérdésre, hogy amennyiben hétvégén tartanák a választásokat, kire adná a szavazatát, a megkérdezettek 37,8%-a a népszolgája pártot jelölte meg. Az ellenzéki platform az életért pártot 11%, az európai szolidaritás pártot 7,2%, a hazapártot 4,8%, a hangpártot pedig 3,4%-uk választaná. A többi párt támogatottsága nem éri el a 3%-ot.